Világrendszerváltás, a túlélés receptje egy változó világban. Az MCC Dunaszerdahelyi központjában ezzel a címmel tartottak beszélgetést. Az est vendége Benkő Levente, a Digitális Szuverenitás Központ nemzetközi igazgatója, Magyarország volt izraeli nagykövete szerint az Amerikai Egyesült Államok erőfölényét egyre nehezebben tudja demonstrálni. Az USA hegemon szerepét valószínűleg azért is kérdőjelezik meg egyre többen, mert az ideológiát is exportálni akarja. Benkő úgy véli, hogy Kínának egyelőre nincsenek ilyen ambíciói, így Ázsia, Dél-Amerika és főleg Afrika inkább a kínai beruházásokat részesíti előnyben. A G7 államainak gazdasági ereje csökken. Az elemző szerint ebből a csoportból csak az USA maradt komoly világpolitikai tényező, így Európa jelentősége kisebb lesz. A geopolitikai világrend átalakul, ami remélhetőleg nem katonailag, hanem csak gazdaságilag történik meg. Szerinte jó, hogy Magyarország nyit a kelet felé, hiszen ez a rész válik a világ új gyártóközpontjává. A MOL Liga 18. fordulójában a HC Daca prágai Slavia csapatát látta vendégül, ami azt jelentette, hogy a tavalyi szlovák és cseh bajnok mérkőzött meg egymással. A végig kiélezett küzdelmet hozó találkozón az első gólt a dunaszerdahelyiek szerezték, aztán viszont 4 gólos hátrányba kerültek, és csak a 22. percben vették át először a vezetést. Onnantól viszont a prágaiak már egyszer sem kerültek előnybe, és holott 6 perccel a vége előtt még 26-26 állt az eredményjelzőn, a dunaszerdahelyiek végül 30-27 arányban győzni tudtak. A legeredményesebb hazai játékos Sári Barbara volt 6 találattal, míg Jovana Ilics és Bízik Réka 5-ször talált az ellenfél kapujába. A Dac 4 fordulóval a vége előtt a második helyen áll, 4 ponttal lemaradva az Illovas Nagy Mihály együttesétől.